Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröcs.hu-ról, és most Microsoft Outlook 2016-os levelező kliensben fogunk felvenni egy előfizetett e-mail címet, egy e-mail fiókot ugye levelezéshez, csak most IMAP alapon, nem pedig POP protokollal. Rámegyünk a fejmenüpontra, azt mondjuk, hogy fiókbeállítások, megint fiókbeállítások, följön egy kis ablak, itt azt mondjuk, hogy új, és itt megint följön a szokásos varázsló, itt a kézi beállításra kell rámennünk, azt mondjuk, hogy tovább, itt POP vagy IMAP, ugye tudjuk, hogy most IMAP protokoll levelezést fogunk beállítani, megadjuk ugye a névnek a nevünket, azt a nevet, ami levélküldéskor meg fog jelenni, ugye megadjuk az e-mail címünket, Ugye az e-mail címünket alapból feltételezem, hogy tudja mindenki, alapból ugye az e-mailhez tartozó jelszót is, hogyha mégsem, akkor ezt a rendszergazdától, hogy az internet szolgáltatót meg kell kérni, hogy változtassa meg, vagy a levelező, levelező szervernek a, a kezelőjét. Itt beállítjuk ugye, hogy imap, itt megadjuk a bejövő üzenetek kiszolgálóját, kimenő üzeneteknek a kiszolgálóját. Jó, és hogyha megvagyunk, akkor ugye meg kell adnunk a felhasználó nevünket és a felhasználó névhez a jelszavunkat. És ugye utána megint rámegyünk a további beállításokra. És itt a kimenő üzenetek kiszolgálója az azonos a bejövő üzenetek kiszolgálójával, és ha rámenjünk a speciális fűre, akkor itt beállítunk egy SSL-t, 993-os porton, és a kimenő üzenetek kiszolgálója SMTP-nél is beállítunk egy ssl és beállítunk egy 465-ös portot. Valójában ezeket nem a kis ujjamból szoptam ki, hanem ugye tudom, hogy nekem a, a, a levelező szerver szolgáltatom ezeket a beállításokat követeli meg, hogy működjön imap alapon a levelezésem és hogyha ezzel meg vagyunk, csak leokézzük, és azt mondjuk, hogy tovább. Azt mondom, hogy szeretném használni ezt a kiszolgálót, elfogadom a tanúsítványt. Ugye a bejelentkezés kész, és mindjárt kész a küldés is, és meg is vagyunk. Úgyhogy már működik az IMAP alapú levelezésem Microsoft Outlook 2016-os levelező kliensben. Ugye itt már láthatjuk, hogy teljesen más mappa struktúra jön elő, mint az előbb a pop beállításnál, mert itt már szinkronizál a szerverrel folyamatosan, nem törli a leveleket, a mappákat, amit itt létrehozok, az ugyanúgy meg fog állni a szerveren, és több eszközön ugyanazt fogom látni, mint itt az Outlook levelezők ilyen semben is. Úgyhogy annyival ebből a szempontból sokkal jobb, mint a pop levelező protokoll. Varga Tamás voltam az itfrocs.hu-ról ezzel a kis érdekességgel, sziasztok!